Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Közmeghallgatás. A V8 uszoda és szabadidő központ vezetőjéhez is érkeztek kérdések. Mókus híd. A VSN ZRT elkészült a Bükkös patakon átívelő gyaloghíd javításával. Adófelajánlás. Létfenntartási gondokkal küzd a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület. A május 11-én tartott közmeghallgatás minden lakos számára nyitott volt. A Városházán a jelenlévők feltehették kérdéseiket, melyeket a város vezetősége válaszolt meg. Folytatjuk tegnapi beszámolónkat. A lakosok sorszámot húztak, ez alapján tehették fel a kérdéseiket. A közintézmény vezetőihez idézett kérdéseket azonban előre sorolták. A V8 uszoda és szabadidő központ vezetőihez érkezett az első kérdés. Azt szeretném tőle megkérdezni, hogy mi az oka annak, hogy ellehetetlenítették teljesen az Aqua Fitness órákat. Ugye tavaly már volt egy ilyen próbálkozás, akkor nagy nehezen sikerült visszakerülnünk, és most egy újabb elég ronda történet alakult ki ebből. Én szeretném megkezdeni, hogy mi az oka ennek, hogy ez így alakult. A kérdés úgy hangzott el, hogy az Aqua Fitness megszűnésének az oka miért volt. Az uszodában, a V8 uszodában szokott lenni Aqua Fitness, ez úgy működik, hogy van egy vállalkozó, aki fölvállalja, hogy ő Aqua Fitness órákat tart. Kibérli a sávot, és megtartja az Aqua Fitness órákat. Ha ő felmond, akkor mi nem tudjuk őt visszatartani, mert ő egy vállalkozó. Tehát ez ugyan, mint amikor egy egyesület köt velünk egy szerződést, hogy ő úszásoktatást tart, és akkor kibérli a sávot, és tart úszásoktatást. A ön által említett kolléganő tavaly nyáron is felmondott, ugye a tavaly is ott hagyott minket ilyenkor nyár elején, és szeptemberben visszajött, most megint hagyott bennünket nyár elején. Ha bárki tud Aqua Fitness edzőt, aki képes rá és hajlandó edzést tartani, Aqua Fitness foglalkozást tartani a V8 uszodába, mi szívesen állunk a rendelkezésére. Elnézést, nem tudom, hogy mennyire tudja, hogy egyáltalán mi történt, és hogy az oktató miért mondott fel. Tehát ott voltunk április 11-én 10 nő, velem egykorú nő, és az oktató, és az úszó mester azt mondta, hogy sajnos nem tudja a kellékeket odaadni, amit egészen odáig használtunk. És akkor ott álltunk beöltözve, lezuhanyozva, megalázva, hogy az úszó mester azt mondta, hogy hát ő azt az utasítást kapta, hogy nem kaphatjuk meg a felszerelést. És aztán majd, amikor eltávoztunk, mondtam a pénztáros hölgynek, hogy szeretném visszakérni a belépőjegy árát, azt mondta, hogy azt nem lehet. Így történt, ahogy ön mondja. Én is ezt mondom, hogy így történt, ahogy ön mondja. Ezért az úgy történt, hogy a kolléganő, aki az edzéseket tartotta, jelezte, hogy az Aqua Fitness órára használt ott ilyen eszközök, ilyen henger, meg ehhez hasonlók, alkalmatlanok az Aqua Fitness óra megtartására, mert töröttek, kopottak, tehát hogy el vannak nagyon használódva, és ezzel nem lehet már órákat tartani, és majd ő jövő héttől behozza a saját eszközeit, és azzal fogja megtartani az órát. És azt mondtuk, hogy rendben van, ez természetes, hisz ha bárki valamilyen foglalkozást tart, akkor az viszi az eszközét, tehát én se veszem meg a vízilabdázóknak a vízilabdát, azt ők hozzák, és ha elkopik, akkor hoznak egy újat helyette. Tehát mi vezettük ezeket az eszközöket, mert ő mondta, hogy nem lehet használni, és jövő héten hozza a sajátját. Nem hozta a sajátját. Elnézést, hogy ezt szintén megcáfolom, mert én olvastam azt az e-mailt, amit váltotta a Nagy Katalinnal a Mányurki Móni, és abban annyi volt megjegyzés,
hogy a hengerek, hogy van-e mód és lehetőség hengereket vásárolni, mert azok elkoptak, semmi más nem, csak az. Erre visszaírta a Nagy Katalin, hogy nem, nem lehet, de nem mondta egy szóval se, hogy hozza az eszközöket, és addig az uszoda eszközeit használtuk. Addig az uszoda eszközeit használták, de miután jelezte a kolléganő, hogy ezzel már ő nem tudja megtartani a foglalkozásukat, mert alkalmatlan a foglalkozás megtartására, ezért azt mondtuk, hogy jó, rendben van, biztos igaza van, mert ilyen selejtes, ezek ott maradt dolgok, tehát ilyen egyesületek hagyták ott ezeket a dolgokat. Mondtam, rendben van, hozza a sajátját, mondta, hogy hozza a sajátját. Még egyszer mondom, tehát most ne menjünk bele az okokba, ha bárki tud aquafitness edzőt, aki hajlandó aquafitness órákat tartani a V8 uszodába, szívesen fogadjuk, és megkötjük vele a szerződést. Köszönöm szépen. A tervezett kereskedelmi egységhez tartozó P plusz R parkoló kapcsán is felmerült pár kérdés. A kivitelezés folyamatáról és a férő helyekről Fülöp Zsolt polgármester adott tájékoztatást. Mélygarázs vagy parkoló is. Ez szabadon választott. Nyilván mindenki a gazdasági érdekének megfelelően fogja eldönteni, meg az építőipari számítások alapján fogja eldönteni, hogy mélygarást, vagy parkolóházat, vagy parkoló felszíni parkolót alakít ki. A terület a leggazdaságtalanabb nyilván a felszíni parkoló kialakítása, ugyanakkor az a, mármint hogy aki kereskedelmi egységekben gondolkodik, annak a leggazdaságtalanabb, mert akkor nyilván kevesebb terület marad a gazdasági tevékenység folytatására, és ennek ellenére viszont a felszíni parkoló kialakítása a legolcsóbb. Nyilván itt ezt majd mindenki végig fogja sakkozni, minden beruházó, hogy ezt hogyan és miképpen tudja a saját érdekeit a legjobban érvényesíteni. A törvényileg előírt kereskedelmi egységhez megvan, hogy mennyi parkolóhely kell, azon nincs vita, az törvény kiszámolta. A pályázati kiírásban az van, hogy minimum 220-szal többet kell építeni, pluszba még lehet 380 is, de minimum 220 plusz parkolóhelyet kell ezen felül, a törvényileg előírton felül. Ne felejtsük el, hogy a túloldalon, a Hév és a Volán pályaudvar beruházásakor az állami beruházó is egy parkolóházban gondolkodik, ez az ominózus kör alakú parkolóház, aminek szintén 300-as nagyságrend lesz majd a parkoló kapacitása, tehát ha kettőt összeadjuk, akkor itt nagyságrendbeli változások lesznek parkolás kapacitásban ezen a területen. A közmeghallgatásról készült beszámolónkat a hétfői híradóban folytatjuk. Figyelemfelhívó tábla figyelmeztette a közlekedőket a Bükkös-patakon átívelő gyaloghídnál. Balesetveszély miatt a hidat csak saját felelősségre használja. Tegnap azonban a városi szolgáltató non-profit ZRT elkészült a Mókus híd javításával, mindkét oldalán kicserélték, majd lefestették a megrongálódott oszlopokat és korlátokat. Évekkel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, 16-17-ben ez is át lett építve, egy nagyon szép új híd keletkezett, mármint szerkezetileg új híd keletkezett, de ez fából készült, és ennek következtében ez egy természetes jelenség, hogy a fa alkatrészek, a hídnak az alkatrészei, hát öregednek, esetleg korhadnak, repedeznek, stb., és ezért időnként oda kell figyelni, és időnként részeket, vagy egy bizonyos idő után az egészet cserélni kell. Én tegnap azt láttam, hogy itt kettő oszlop hát nem volt a helyén, ki volt véve, mert ezek szerint elkorhadt az alja. A felső korlát szintén hiányzott, és azért, hogy ez az előkészítés, javításra való előkészítés állapot ne okozzon problémát, ott három tetőléccel, ideglenes jelleggel le volt zárva az az üresen maradt rész, ami esetleg problémát okozhatott volna a járókelők szempontjából, tehát baleset veszélyt jelentett volna. Nem jelentett azért, mert az javítás ideje alatt kellőképpen le volt zárva az a keletkezett luk, ami esetleg problémát jelenthetett volna.
Ma azt láttam, hogy a VS megint kijött, mert értelemszerűen ők voltak azok, akik ugye elvitték a régi elemeket, biztosították a keletkezett űrt, hogy ott ne legyen balesetveszély, és mára kicserélték, új oszlopok kerültek a régiek helyére, amit el kellett távolítani, sőt olyanok helyére is, amelyek még tegnap nem voltak eltávolítva, de hamarosan megértek volna a cserére, korlát is a helyére került, egy új korlát. Tehát tulajdonképpen én legalábbis azt látom, az történt, aminek történni kellett, híd egyes részei elhasználódtak, azok cserére kerültek. Létfenntartási gondokkal küzd a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület. Jelen helyzetben július végéig elegendő az anyagi forrásuk, így a menhelyvezető kéri, aki tud, segítsen az 1%-nyi adófelajánlással. Épül a kis cica háza Szentendrei állatmenhelyen. A végéhez közelednek a munkálatok, így felkészülten várják a tavaszi kismacska áradatot. Kaptunk egy idős hölgytől adományba 5 millió forintot, cserébe, hogyha ő majd elhalálozik, a 12 cicáját vegyük be. Végül is a cicáinak épül ez a kis épület egy kisebb kifutóval. Azt most ugye május 5-ig szólt a szerződést, hogy be kell fejeznünk, most már a végső munkálatok folynak. Úgyhogy lesz egy új cicaházunk, addig használhatjuk, amíg a néni cicái nem jönnek ide. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy segítség, mert például addig most jön a kölyök cica áradat, őket abszolút külön tudjuk kezelni, és tudjuk őket fogadni. A menhely vezetője hozzátette, hogy karbantartóik jelenleg minden idejüket a kisház építésére fordítják. Így szívesen várják szakemberek, burkolók segítségét is a projekt mielőbbi lebonyolításával kapcsolatban. Az Egyesületet több helyi civil szervezettel együttesen megkereste a Szentendrei Önkormányzat azzal a céllal, hogy az önkéntes feladatokat vállaló közösségek jobban megismerjék egymást, így a közösségek a Városházán tartott megbeszélésen betekintést nyertek egymás munkáiba. Mindenki tartott egy rövid kis bemutatót, hogy ki mivel is foglalkozik, és mi az, amiben esetleg egymást tudjuk segíteni, és részemről abszolút pozitív volt, és nagyon örülök, mert mindenki talált a másikba valami kapcsolódási pontot, és igen, tudjuk egymást segíteni. És ugye a napokban megkeresett a Vörös Kereszt, hogy ő indítana nekünk egy gyűjtést, aminek nagyon örültünk, és nagyon örülök, hogy van ilyen szintű összefogás. Amit viszont így szomorúan tapasztaltam, nagyon kevés az önkéntes, ugyanúgy náluk is. Mégis az összes civil szervezetnél ugye ez a legfőbb probléma, és erre pedig nagyon nagy szükség lenne. A Szentendrei Önkormányzat hagyományteremtő szándéka rendezi meg az első önkéntesek napját a Postás strandon május 14-én szombaton. Az ingyenes rendezvényen a látogatók bekapcsolódhatnak több önkéntes feladatokat vállaló szervezetek munkájába, vagy támogathatják őket. A fórumon természetesen ott lesznek a Szentendrei Árvácska kutyusai is. Több helyi szervezet is adománygyűjtéssel kívánja segíteni a nehéz helyzetbe került állatvédő egyesület munkáját. A Magyar Vörös Kereszt Pest megyei szervezetének Szentendrei utcai gondozó szolgálata mellé állt a Szentendrei Gondozási Központ vezetősége és munkatársai is. Így gyűjtőpontként fogadják az oda beszállított adományokat. Az adománygyűjtő helyszínek listáját megtalálják Szentendre város hivatalos honlapján. Amit jelen pillanatban ugye a Vörös Kereszt is gyűjt számunkra, most például ma is érkezett egy nagy textil adomány, pokrócok, szőnyegek, nekünk fontos a szőnyeg, minden télen összevágjuk őket, kenelbe tesszük, a kutyusok ne fázzanak. A pokróc meg ugye valamelyik szalma érzékeny, allergiás, nekik pokrócot, ugye azt folyamatosan megy a mosógép napi 8 órában, úgyhogy ezekre mindig szükségünk van, meg ugye a szétszedik, akkor újat tudjunk betenni. A tisztítószerekre folyamatosan szükségünk van a fertőtlenítés miatt. Amire még nagyon szükségünk van, az a cica junior nedves, szintén már most biztos, hogy elindul a kis cica áradat, illetve a kölyök kutyáknál is a nedves, illetve a száraz eledel.
A bolhaírtók, féreghajtók, vitaminok, ezekre mindig nagyon nagy szükségünk van. Gumikesztyű, felmosóvödör, ez a pamacsnyéllel, ezek mindig fogyóeszközök, törnek, lapátsöprű, úgyhogy mi mindennek örülünk, és minden szívesen fogadunk. A Szentendrei Árvácska egy non-profit szervezet. A menhely megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges pénzeszközöket önkéntes egyéni támogatóktól pályázat útján, illetve a civil lakosság 1%-os adófelajánlásából nyerik. Most május vége ugye az adóbevallás. Én mindenkit szeretnék arra bíztatni, hogy támogasson, hogy fejlődhessünk. Most jelen pillanatban úgy állunk, hogy júliusig elég a pénzünk, utána nem tudom, hogy mi lesz. Nagyon sokan megmozdultak, nagyon sokan megkerestek, rendezvényt szerveznek a részünkre, gyűjtést szerveztek, úgyhogy iszonyatos összefogás az, ami most tényleg elindult, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen segíteni szeretnének, tényleg nem tudok mögés nélkül beszélni. De eszméletlen, hogy napi szinten rengetegen keresnek, hogy miben is jönnek, és borítékba hozzák az adományt, mert egy néni is például felhívott, hogy kedveském segítenék, de nem tudok eljönni. Eljöttök érte, és annyira cuki volt, megkért, hogy ki se tegyük a nevét, se semmit, meg se említsük. És ez nagyon jó érzés, hogy bármire kérünk, és megindulnak ugye az emberek. Úgyhogy minden adományt tényleg szívesen fogadunk, de most nekünk ez a legfontosabb, hogy szeptemberig kijöjjünk, és az állatkákat rendesen el tudjam vinni állatorvoshoz, úgyhogy na majd kifizetem. Ott se szeretek tartozni, mert ott már azért rossz a száj, szóval nem, és hogy megtehessem, ugye most itt van ez a 6 mentett kutyus is, nekem ez kutyánként legalább 60 000 forintomba lesz, hogy teljesen megtörténjen a kivizsgálás, de most egyelőre fel kell őket hízlalnom ahhoz, hogy egyáltalán orvoshoz el tudjam őket vinni. Akkor ugye nem beszélek a területbérlés, a rezsi, a bérkifizetések, a járulékok, nekünk ez mind hatalmas összeg, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy aki egy pár forinttal is, de támogasson bennünket, hogyha megteheti. Aki szeretné támogatni a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület munkáját, a menhely fennmaradását, minden információt megtalál a szervezet hivatalos és közösségi oldalán. Minden segítség számít. Végül a várható időjárásról. Szombaton fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Többfelé élénk lesz a szél. 24 és 30 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, 25 és 30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. A május 11-én tartott közmeghallgatás minden lakos számára nyitott volt. A Városi Szolgáltató Nonprofit ZRT elkészült a mókus híd javításával. Létfenntartási gondokkal küzd a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre Ma. Híradóval legközelebb, hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Művészváros című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!